Nagyon nyüzsgés Makson a Csengely Dénes Kulturális Központ nagyklubjában már javában az első feladatokat oldják a versenyzők. A felnőttek is szeretnek játszani és játszva tanulni. Ezt a jelentkezők létszáma és a szervezők lelkesedése is bizonyítja. 23. alkalommal hirdettük meg a Szeresd, óvd és véd környezetvédelmi vetélkedőt. A legelsőt még nem is alapítványként, hanem csak munkacsoportként szerveztük 1997-ben. Éppen elmondtam itt, hogy a versenyzők közül sokan még nem is éltek akkor, mert nagy örömünkre most a környezettechnikus szakról is érkezett 3 csapat is. És vannak visszatérő versenyzők, vannak új versenyzők, vannak más településről érkező versenyzők. A téma pedig ezúttal a magyarországi bioszféra rezervátumok. Már a sok-sok évtized alatt végigjártuk gondolatban a magyarországi nemzeti parkokat. Megtanultuk, hogy azoknak van ugye ökoturisztikailag látogatható részei, és vannak olyanok szigorúan védett részek, amik nem. És most szeretnénk fókuszálni a figyelmet, hogy Magyarországnak még titkosabb, idézőjelbe teszem, és még izgalmasabb szegletei is vannak, és ez a nemzeti parkokon belül, nemzetközi összefogással természetesen, a bioszféra rezervátumok, amik azért felelősek, hogy a ritka kincseinket nagyon különleges feltételek és körülmények között féltsék, és magbankokat hozzanak létre a jövő szempontjából. Zömében Paksról érkeztek a csapatok. Van, akik intézményt képviselnek, de van baráti társaság is, akik csak ezért, tehát most a játék kedvéért jelentkeztek. Dunaföldváról is érkezett csapat, például az egyik óvodából. És igen, az volt az első feladat mindig, hogy egy picit oldjuk a hangulatot, és egy kicsit érdekesebbé tegyük, vagy még érdekesebbé tegyük ezt a játékos vetélkedét, hogy a csapat választ magának egy fantázia nevet, és ehhez egy bemutatkozót kreál, talál ki. Ez lehet vers, csasztuska, mondóka, bármi, amit kreatívan kitalálnak, és ez általában tényleg megalapozza a hangulatát a vetélkedőnek. Így történt ez ezúttal is. Esővizet, azt is gyűjtünk. Van is szép virágos kertünk. Kerékpárral járunk, kerünk. Ebédelni, gyalog megyünk. Alkotunk sok ökosat, hulladékból hasznosat. Zöldalmában sokszor nyerünk, elmés deákosan nevünk. A Deák iskola tanárai, az elmés deákosok eképpen mutatkoztak be. Magyarországon 6 bioszféra rezervátum van, ezek a nemzeti parkokon belüli legvédettebb területek. A résztvevőknek e köré épülő 12 feladatsort kellett megoldaniuk, melyet 3 fős szakmai zsűri értékelt. Többek között arra is tudniuk kellett a választ, hány kilométer hosszú a Baradla-Domika barlangrendszer, vagy hogy a világon hány bioszféra rezervátum található. De volt kirakós játék és logó embléma tervezés is. Az izgalmas és érdekességekkel teli feladatsort a Balogantal Katolikus Általános Iskola és Gimnázium pedagógusai nagy lelkesedéssel állították össze. Igyekeztünk arra törekedni, hogy legyen a tényanyagra épülő feladat is, legyen játékos feladat, legyen kreatív feladat és a feladatok között. Így hát kiemelném például egy logókészítést, egy logó embléma készítését választottuk feladatnak, aztán a tényanyagnál például próbáltunk belevenni olyan vicces, vagy talán érdekes feladatmegoldást, hogy például egy igaz-hamis állításokat befőttes üvegekbe gyűjtöttünk, tehát kaptak 5 állítást a versenyzők, az 5 állításból a 3 igaz állítást kell kiválasztani, amit egy befőttes üvegbe belegyűjtünk, és hát, hogyha belekerül sajnos a hamis állítás, akkor megromlik a befőtt, tehát próbáltuk egy kicsit ezzel színesebbé tenni a feladatmegoldást. Aztán van olyan feladatunk, ami például a tabu feladat, ahol mi itt az activity-ből próbáltunk egy kicsit átvezetni, egy szót kell elmagyarázniuk, elmondaniuk a versenyzőknek, de vannak tiltott szavak hozzá. Ez is talán egy kicsit viccesebb lesz, ahogy itt majd a versenyzők elmesélik, elmondják ezt a feladatot, vagy megoldják ezt a feladatot. Mertünk,
nem messze van tőle, a hegyen az ürge mező. Mi pedig a Dunapartról jöttünk, a Beszelvédin, a mi időhelyünk. Ők ó, szívek a csapat nevünk, mindegy, hogy ma vesztünk, vagy nyerünk. És nyertek a dalolós bezerédis tanárok, ők vitték haza a vándorkupát. A résztvevő csapatok könyv, vásárlási utalványokat kaptak, valamint a Duna-Dráva Nemzeti Park által felajánlott ajándéktárgyakat.